1976 volt az az évszám, amikor Gergely Zoltán letette az érettségit. Akkor még nem gondolta, hogy az a munkahely, ahol fiatal újoncként elkezdi pályafutását, azonos lesz azzal a munkahelyel, ahonnan nyugdíjba vonul. Akkor is volt már egy olyan, mint talán a mostani világban is van, hogy adminisztratív létszámstopp. Talán nem is volt előtte még olyan, és akkor itt volt lehetőség annak idején a Nagykonyi Községi Közös Tanácsnál ügyintézői állásra. Aztán, hát akkor még nem kellett pályázat, akkor csak jelentkeztem, aztán fölvettek, és akkor úgy kerültem ide. Aztán azóta itt dolgoztam. Közben a rendszerváltás, az elnevezésváltás, vezetőváltás, minden volt, és akkor most elértem a nyugdíjkorát, és itt fejezem be pályafutásomat. 14 évesen még nehéz volt eldönteni, hogy mi leszek, aztán így adódott, hogy ezt az iskolát elvégeztem, és akkor a pálya meg szintén kötött volt, hogy a létszámstopp miatt, és akkor itt maradtam. Újdonság volt nagyon, mert valójában nem ezt tanultam a középiskolába se, hanem az itteni kollégák mutatták meg, ők tanítottak be, hogy mit kell csinálni. Adóügyi ügyintéző voltam, lakossági adókkal foglalkoztam, akkor többféle adó volt, hát az idősebbek, a korosztályom emlékszik rá, vagy a nálam idősebbek, milyen voltak ilyen földadó, házadó, boradó, ebadó, annyiféle volt, hogy elég volt nyilván tartani, meg számon tartani, hogy mindegyiket hogyan kell kezelni. Aztán abba beletanultam, közben ugye a mellette a közigazgatási részt is, ami az akkori tanácsrendszer meg a közigazgatás felépítésével kapcsolatos dolgokat, aztán így itt maradtam. A 46 éves pályafutását adóügyi ügyintézőként kezdte meg a Nagykonyi önkormányzatnál, de a változások miatt más feladatok vártak rá az évek elmúlásával. A rendszerváltáskor egy csomó lakossági adót eltörölt a jogszabály, és akkor kerültem gyámügyi ügyintézői munkakörbe. Akkor nagyon sok minden jegyzői hatáskörbe került, amit most a járási hivatal lát el, meg akkor a körzetközponti jegyző, a Tamási lát, később az látta el. Úgyhogy nagyon sok mindent csináltam, ami nagyon sok újdonság volt. Ilyen intézetbevételtől kezdve, védelembevételig nagyon sok és kemény volt összeszedni, beletanulni ezekbe az ügyekbe, hogy meg tudjam oldani. A több mint 4 évtized alatt a munkahelyváltás gondolata nem volt olyan erős, hogy azt tettek kövessék. A kihívásokból viszont sosem volt hiány. Bizonytalan voltam, hogy hát ha nem tudom megállni ott a helyemet, és akkor visszaút már nincs, mert ezt az állást akkor betöltik, és akkor nekem gondom lesz, hogy hogyan tovább. Ez a gyámügyes rész azért itt az emberek életébe bele szólni, amikor egy pár gyereket kiemeltünk a családból, azért ez egy kicsit nehéz volt. Nehéz volt azt kimondani, hogy na most a gyereket fogjuk, és akkor beültetjük az autóba, kiemeljük a családból. A 46 év rutinszerű munkanapjait most felváltja a nyugdíjas élet. Biztos, hogy nagyon furcsa lesz, hogy én osztom be az időmet, azt csinálok, amit akarok szinte a napokkal, nem kell jönni.